Sziasztok srácok, tipikus őszi idő van kint, el van borulva, szakad az eső, nincs más hátra, mint modellekkel foglalkozni egy kicsit így, hogyha már van egy kis szabad időm. És a helyzet az, hogy ebben a hónapban három új modell érkezett hozzám. Ebben a videóban kettőt fogok bemutatni, ugyanis azonos típusú mozdonyokat vettem kettőt. A harmadik az egy másik, majd külön videó lesz róla. Az a helyzet, hogy ez kettő gőzmozdony, ugyanis ti is jól tudjátok, hogy a nyáron elkezdtem gőzmozdonyokat építeni magamnak. Bevallom nektek őszintén, hogy engem annyira a gőzmozdonyok világa sosem érdekelt. De most, hogy a modelleket elkezdtem csinálgatni, hogy egy kicsit utána kutattam, nyomozgattam ugye, hogy milyenek a gőzösök, milyen fajták vannak. Jó, nyilván 424-est ismertem, meg a 324-est, 301-est, persze. De úgy részletesebben nem foglalkoztam velük, hogy melyiknek mi az egyedi ismertető jelemek hasonlók. De mindegy, de úgy megtetszett a világuk, ahogy egyre többet megtudtam róluk, és úgy gondoltam, hogy szeretnék gőzmozdonyokat modellben. De most, hogyha szétnézünk a piacon, magyar gőzmozdonyt szinte lehetetlen beszerezni modellben, ha mégis találunk, akkor nagyon drágán 120-130 ezer forintok. Ha pedig külföldi gőzösöket nézünk, akkor is 80-90 ezer forint, tehát iszonyatos pénzekbe kerülnek a gőzmozdonyok. Egyedül ami megoldás, az a régebbi gyártmányú gőzösöknek a beszerzése, hát ez mellett döntöttem én is, ugyanis a MÁV-nak az 520-as gőzöse, ugye a Bombardó, vagy Ruscsov Diesel, ugye ez a gúj neve, az nekem nagyon is tetszett mindig, az a gőzmozdony, az tényleg olyan, hogy ez tetszett. És az a helyzet, hogy ugye ezek a gőzmozdonyok Németországból lettek beszerezve, ezek a BR-52-es sorozatot képviselték, ugye. Az ÖBB-nek is volt ilyen, ez a két modell például ÖBB-s, és igaz, hogy a magyar verzió eltér a német és az osztrák verziótól, de nem sokban. Szóval kettő ilyen modellt vásároltam. Az egyik 18 ezer forint volt, a másik pedig 19 ezer forint volt. Ugyanattól az illetőtől vettem őket, gyönyörű szép állapotban vannak. Itt vannak. De most a magyar verzión ugye nincs ez a füstterelő. Nincsenek ilyen fülei. Meg egyéb apró kis eltérések vannak. Meg ugye a magyar változatnak nem teljesen ilyen a szerkocsia sem. Ebben van egy fülke a szerkocsin, a magyar változatnak viszont nem volt. Tehát így néz ki, de látjátok ti is, hogy gyönyörű szép állapotban van, ezek Kleinban gyártmányú gőzmozdonyok. Hát szerintem egy 25-30 éves modellek minimum vannak, használtak, de tényleg, hogyha megnézitek a kerekeket, meg mindent, csoda szép állapotban vannak. Ugye itt a pályaszámnál, felületoknál vannak apró kopások, illetve ugye ez úgy érkezett hozzám, hogy ez az ütközője le volt neki törve egy kicsit. Hát ilyen repedés volt rajta, és a dobozban le is volt jöve róla, mert már korábban is ragasztva volt. Visszaragasztottam pálmatexel, hogy biztos ne jöjjön le, úgyhogy nem is látszik igazából rajta semmi, meg ennek az egyik lámpája nem ég. De egyébként tökéletesen fut, nagyon szépen működik, de az alja is, látjátok, csoda szép. Tehát így néz ki. Ugye itt van a szerkocsija is, hogy ezt mutattam nektek. Itt van a másik gépezet, ez múlt héten érkezett. Eltelt köztük két hét igazából, még a srácnak van vagy négy vagy öt darab ilyenje. De ez is nagyon tetszett, ugye ennek nem piros az alja, ez jobban hasonlít a magyarra. Ez még szebb állapotban van, srácok. Ennek minden lámpája szépen világít, semmi nincs letörve róla. Tehát gyönyörű szép állapotban van. Ugye ennek a szerkocsia is ilyen. Úgyhogy nagyon szépek. Tehát ugye azért választottam ezt a típust, mert ez a típus Magyarországon is felelhető volt, ma már csak kettő darab van belőle, és mind a kettő üzemképtelen, egyik a vasúttörténeti parkban van, nem, három darab van, bocsi. Egyik a vasúttörténeti parkban van, egy 60-ban, egy pedig fertőbozon van, tehát ugye az egy eseves volt. Szóval ez egy olyan mozdony sorozat, ami megfordult itthon is, ezért választottam, ezt meg nagyon tetszik. Ugye a 411-es Az meg a BR-55-ös, ugye a Truman nevű gőzmozdonyunk, majd olyan is van tervben. Szóval majd meglátjuk, én nagyon örülök ezeknek a mozdonyoknak is, megérték az árukat, vigyázok rájuk. Szóval most már vannak gőzmozdonyaim is.
Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!